Demokratikus koalíció arra kéri az ombudsmant, hogy forduljon alkotmánybírósághoz az iskolai kötelező hit és erkölcsoktatás miatt. Vagyis a párt szerint alkotmányellenesek a vonatkozó jogszabályok. Vadai Ágnestől kérdezem, hogy pontosan mit kifogásolnak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 2013. szeptemberétől kötelező hittan és erkölcstan, vagy erkölcstan oktatás lesz, és minden szülőnek nyilatkoznia kell, hogy mit választ, és nyilvánvalóan ezt listázni fogja, hát össze kell írni, hogy ki mit választ, hogy erkölcstan, vagy éppen hittant, és hittanon belül mit. És hát ez még a Fidesz által összetákolt alaptörvény szerint is alkotmányellenes, mert azt kimondja, hogy egyébként a vallásszabadságnak része az, hogy valaki kinyilatkoztatja, hogy egyébként melyik valláshoz tartozik, vagy éppen nem teszi ezt. Na most, mivel kötelező nyilatkozni, és ez a tanrendnek a része lesz, ezért nyilvánvalóan mindenkiről valamiféle lista lesz, amit nem tudjuk, hogy egyébként hol fognak. Bár mondjuk nyilván attól, hogy valaki nem igényli az iskolai hitoktatást, attól abból még nem következik, hogy ő pontosan milyen vallású, vagy hogy vallástalan, hiszen nem lehet tudni, lehet, hogy azért nem igényli, mert máshová jár a gyermek hittanoktatásra, mondjuk például a templom szervezésében, és hogyha azért nem, mert mondjuk nem keresztény, akkor is sok minden lehet még. Igen, de aki meg hittanra jár, azt választja, annak ugye kötelező lesz nyilatkozni, hogy melyiket választja, és ez is alaptörvény ellenes, hiszen a kötelező tanrendnek a része lesz a hittan. Tehát amúgy ez szabadon választott dolog volt korábban, bárki oda járatta a gyerekét, arra, abba a templomba, hova akarta. Most egyébként, hogyha valaki azt mondja, hogy a hittant választja, mert ez kötelező, még egyszer mondom, része a tanrendnek, akkor kötelezően nyilatkoznia kell, hogy éppen akkor most katolikus, vagy református, vagy akármilyen más. Ráadásul ilyen, nyilván teljesen életszerűtlen az, hogy minden vallás hittételét tudják oktatni mondjuk iskolai oktatás keretén belül. Úgyhogy lesz olyan, aki hiába mondjuk vallásos, és szeretné a gyerekét mondjuk ilyen típusú órára iratni, nem fogja tudni megtenni a kötelező hittan keretén belül. Önök egyébként mondjuk azzal egyetértenének, hogyha bevezetnének az iskolákban egy olyan erkölcstan órát mindenkinek a számára egységesen, amelyik mondjuk az alapműveltség szempontjából megemlít mindenféle különböző vallások szerinti erkölcsöket is akár? Mi azt gondoljuk, hogy a hittan és erkölcstan bevezetés az alapvetően sérti a világnézetileg semleges oktatást. Akkor is, hogyha ez egy erkölcstan és nem hittan, világos. És nem mondjuk csak kifejezetten a keresztény erkölcsiséget tanítják benne, hanem mi azt gondoljuk, a demokratikus koalícióban a mi álláspontunk egészen világos, hogy ezt a fajta nevelést nyilvánvalóan alapvetően a családba kell megadni, és vannak alapvető értékek, amiről én is beszél. Szabadság, szolidaritás, és nyilván ennek vannak órája, ahol erről lehet beszélni. De az a fajta oktatás, amit a jelenlegi például oktatási... Például mert hogy ugye éppen azért szokták kritizálni az új nemzeti alaptantervet, hogy egy csomó ilyen típusú ismeretnek az átadására már nem alkalmas. Nyilván, tehát ugye a jelenlegi nemzeti alaptanterv sok mindenre nem alkalmas, azt úgy kellene kihajítani, hogy van. De azt gondolom, hogy megvannak azok az órák, azok a lehetőségek, osztályfőnöki óra, történelem óra, irodalom óra, ezeken az órákon nagyon sok ilyen értékről lehet beszélni. Gyerekeknek. Az erkölcstan és a hittan kötelező bevezetése az a mi álláspontunk szerint alapvetően sérti a világnézetileg semleges oktatásnak az elvét, és általában is azt gondoljuk, hogy ettől a kormányzattól meg legkevésbé van, hogy mondjam, hát vehető jó szívvel bármilyen félre erkölcstan oktatás, különösen az oktatási kormányzattól, különösen annak KDNP-s felétől. Beszéljünk egyébként kicsit, ha már oktatásról beszélünk, a felsőoktatásról is, hiszen ez az, ami most talán a lehető legaktuálisabb, és az ön pártársa Molnár Csaba azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy hát bár jobbára igazuk van a tiltakozó diákoknak, de tandíj ügyben nekik is engedniük kell. Mire gondolt? Mi azt gondoljuk, hogy egyébként ha 2008-ban akkor ezt a meglehetősen populista szociális népszavazást nem engedi el az alkotmánybíróság, és nincs erre lehetőség, akkor ma nincsenek ezek a problémák. Valóban a költségvetésben ugye iszonyatos mértékben lecsökkentették a felsőoktatásra szánt pénzt, és mi azt gondoljuk, hogy megegyezés szükséges a felsőoktatásban. Ennek az egyik feltétele nyilván az államilag finanszírozott helyeknek a növelése, ez egyértelmű. De azt is gondoljuk, hogy a diákoknak is méltányos viselkedést kell ebben mutatni, és valamiféle hozzájárulást muszáj
muszáj tenni a közösbe. A mi javaslatunk az, hogy a második évfolyamtól kezdődően egy havi 5-10 ezer forinttal kelljen hozzájárulni a diákoknak az oktatáshoz, méghozzá úgy, hogy ennek a pénznek a teljes összegot majd az egyetemen, tehát nem megy be a büdzsébe, és ennek a feléből, tehát ebből a pénzből, az egyik feléből szociális ösztöndíjakat kellene adni a hallgatóknak, a másik feléből pedig a hallgatói szolgáltatások minőségét kellene növelni. Tehát az egészet a felsőoktatásba kellene visszaforgatni. Tehát alapvetően nagyon hasonlít az önök elképzelése az MSZP elképzeléséhez, amiről ők is beszéltek itt az elmúlt időszakban, és mind a kettő hasonlít ahhoz, amit 2008-ban bevezettek volna. Hol vannak a különbségek? Azt én nem tudom most megmondani, hogy az MSZP konkrét, amire gondolom, én azt hallottam egyébként, hogy az MSZP alapvetően ellenzi a tandíjat, és nagyon sokszor elmondták, hogy 2008-ban ugye a választópolgárok akkor úgy döntöttek, hogy nem kell tandíj, ahogy akkor úgy döntöttek, hogy nem kell vízíti, meg kórházi napidíj. Ott is olyan elképzelésekről lehet most hallani, hogy az első év ingyenes lenne, és utána pedig nyilván lenne egy szociális ösztöndíjrendszer, meg mondjuk egy teljesítmény. De ez nagyon hasonló ahhoz a 2008-as elképzeléshez, amit mi mindig mondtunk, hogy nyilván egy tandíjat, amit be kell előbb-utóbb vezetni, mert így nem finanszírozható a dolog, azt nem lehet csak úgy ráhajítani a diákokra. Ehhez nyilván kell egy megfelelő kompenzáció, szociális ösztöndíj rendszer, pontosan azért, mert nagyon sokak számára ma Magyarországon csak a tanulás az egyetlen felemelkedési lehetőség. Nagyon sok tehetséges fiatal él, aki egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy egyébként ne az államilag finanszírozott helyekre menjen, és mi azt gondoljuk, hogy az ilyen szociális ösztöndíjakkal lehet ösztönözni a diákokat, hogy folytassák a tanulást. Nagyon sokan lesznek. Szociális ösztöndíj, vagy teljesítmény alapú ösztöndíj, vagy a kettőnek valami fajta. Nyilván kétféle. Korábban is kétféle volt, hiszen volt tanulmányi eredményhez kötődés a szociális helyzetenhez kapcsolódó ösztöndíj. Ennek a kettőnek a kombinációja nyilván az, ami segíteni tudja a diákokat. És én azt gondolom, hogy a havi 5-10 ezer forint, ami azért magas összeg, de az mégsem az az összeg, amit ma a kormány egyszerűen megpróbál ráöltetni az egyetemistákra. Ez nyilván lennének itt eltérések egyébként a különböző szakok között mindenképpen, hiszen az eszközigénye sem ugyanaz minden szaknak, de önök azt is mondják, hogy a hallgatói szerződést pedig úgy, ahogy van, eltörölnék, ez a röghöz kötésre vonatkozik nyilván. Ezt nagyon régóta mondják, azt hiszem, az ellenzéki pártok, hogy ez az, aminek aztán igazán sem. És hogy lehetne megoldani akkor, mert elfogadom, ez nyilván egyrészt népszerűtlen, másrészt egy nehezen megoldható, betartható és ellenszenves dolog a diákság egész számára. Az viszont egy valós probléma, hogy a magyar adófizetők pénzéből megszerzett piacképes tudást egyre többen elviszik az országból, mert a jövedelmi szintek azok Nyugat-Európában várhatóan még egy darabig sokkal magasabbak és magasabbak lesznek. Ja, összes létező kutatás azt mutatja, hogy 2010 után indult meg egyébként ez az exodus. 2010 után rengetegen hagyták el Magyarországot, úgyhogy szerintem az első lépés ahhoz, hogy a diákok, vagy éppen a végzett diákok ne menjenek el Magyarországról, az lenne, hogy ez a kormány eltűnik. Ez egy alapvető kérdés, feladat szerintem a demokratikus ellenzék számára. De attól még és nem teljesen fog megváltozni egyik pontról a másikra, hogy egy orvos mondjuk a tízszeresét keresi Angliában. Annak, és egy teljesen másfajta, mert hogy ez a kormány nyilván csak a gazdaságpolitikájával teszi tönkre az országot, ez a kormány nem képes jövőképet adni ma Magyarországnak, és egy ország, egy nemzet nem tud létezni enélkül. Tehát ma Magyarország úgy néz ki, hogy 93 ezer négyzetkilométeren lakik 10 millió ember. Ettől ez nem egy ország. Egy ország attól ország, hogy van egy világos jövőkép, és vannak kérdések, amiben meg tud állapodni. A jelenlegi kormány erre nem képes. Nyilván azt gondolom, hogy se szándék nincsen, se képesség nincsen arra, hogy egyébként ezt megteremtse ennek az országnak. Éppen ezért az első alapvető feltétel, hogy Orbán Viktor kormányának és rendszernek el kell tűnnie. És aztán egy nagyon hosszú és nehéz folyamat lesz. Mert hogy ennek a jelenlegi kormánynak azon kívül egyébként egy Matolcsival terhelt kormány, azért a legalapvetőbb bűne az a fajta kulturális, morális, emberi válság, amit okozott az össze-vissza ostoba politikájával. És én azt gondolom, hogy ez az első dolog, amit föl kell számolni Magyarországon. Egy új kormánynak pedig nagyon nyitottan, nagyon világosan meg kell mutatni azt a jövőképet, amit tud kínálni sokak számára. Csak hogy mondjuk a sebészek nem a jövőkép miatt mennek el Magyarországról, hanem azért, mert a tízszeresét keresik máshol, sokkal könnyebb munkaterhek mellett. Higgyel, hogy nagyon sokan hazajönnének, hogyha azt látnák,
hogy egyébként van Magyarországon lehetőségük, van Magyarországon jövőjük. Nagyon sokan már elmentek korábban, mint ahogy a Fidesz hatalomra került 2010-ben. De még többen 2010 után, és ez a probléma valóban 2010 után csúcsosodott ki, amikor megérkezett Orbán Viktor és Lepje, és ő azt gondolt, hogy a kétharmadával megszállja az országot, és majd itt mindenki úgy ugrál, ahogy ők akarnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon helytelen magatartás volt, és ma is helytelen magatartás, amit ez a kormány folytat. És abban borzasztóan hiszek, hogyha van egy világos jövőkép, ahol látják az emberek, hogy egyébként lehet előre jutni, hogy van remény, akkor haza fognak jönni. Mert higgy el, hogy nagyon sok olyan ember van, aki valóban kényszerből megy, nem csak orvosok. Amikor leszerelnek a rendőrök, és inkább elmennek Németországba füvet nyírni, azért azt hiszem, egy borzasztó nagy kritika a jelenlegi kormány részére. Molnár Csaba egyébként Pokorni Zoltánban hisz, azt mondta azt hiszem tegnap, hogy ő az, aki talán még képes lenne hatni a kormányra, vagy az oktatási államtitkárságra. Mit várnak tőle? Hát viszonylag kevés józan gondolkodású ember van ma már a Fideszben, azt gondolom. Pokorni Zoltán elmúlt időszakban mutatott magatartása is talán arra utal, hogy ő is megérti, hogy ez itt egy probléma itt a felsőoktatás kapcsán, amit az ő kormánya művel. Hát ha megvan még az ő lehetőség és képessége arra, hogy hasson Orbán Viktorra és talán Hoffmann Rózsára, bár az utóbbi rána nagyon bízom. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.